Köszöntöm a kedves nézőket, Önök a Sportrét című műsorunkat látják. Mai vendégem a száguldás szerelmese, az autósporton belül több kategóriában is kipróbálta már magát. A következő percekben pályafutásról, sikerekről és tervekről fogom kérdezni Nyitrai Béla autóversenyzőt. Szia Béla! Szervusz! No hát, mint kiderült, ugye nem csak autóversenyző vagy, hanem egyéb más sportágokhoz is lehet kapcsolni a nevedet. Legutóbb például, csak úgy érdekességképp jegyezni meg, egy teniszversenyen találkoztunk, de ha jól tudom, akkor a röplabdához is van némi nemű közöd. Mesélj picit erről, hogy honnan ez a széles skála és a sport iránti szeretet? Egy gyerekkorom óta sportolok, tehát lényegében egész életemben meghatározó tényező a sport valamilyen módon, valamilyen formában. A röplabda az olyan szinten volt meghatározó, hogy 20 évig röplabdáztam itt Pécsen az akkori NB2-es PEAC csapatban. És a tenisz az pedig az utóbbi éveknek a szerelme, mert egy nagyon komplex sportág, és nagyon jó fizikai és mentális felkészítő lehetőségeket ad az autósporthoz is, úgyhogy nagyjából kb. 5 évvel ezelőtt kezdtem el igazán teniszezni, tehát komolyabban teniszezni, és már indulok versenyeken is, de csak azért, mert én bármiben szívesen versenyzek. Esetleg komolyabb sikerek röplabdában, vagy akár teniszben milyen sikereket sikerült elérned? Mert... Hát röplabdában annak idején NB2-t nyert az ifi csapat, amiben játszottam, tehát azért az egy meghatározó dolog volt abban az időszakban. Ez még ilyen középiskolás időszak volt. Teniszben nem mondhatnám, hogy nagyon nagy sikereim lennének. Sikerült már azért ilyen harmadik helyeket elérnem kisebb tornákon, de vannak még terveim, hogy előrébb lépjünk ebben a kérdésben. A száguldás, amikor találkoztál először, hány éves korodban indult be ez a szerelem? Hát ez egy nagyon érdekes dolog. Lényegében egész gyerekkoromban meghatározó volt az autó, mint ilyen technikai csoda. És tehát én a mesekönyvek mellett az autószerkezettankönyvet lapozgattam még gyerekkoromban. Nagypapám az mindenféle autót és járművet tudott vezetni lényegében, tehát ő ebben foglalkozott, és megfelelő háttérirodalma is volt ehhez. Így aztán ragadt rám valami ebből adódóan. Édesapám szintén kötődött az autókhoz, nagyon sokat vezetett, és őt is nagyon érdekelte az autósport. Én lényegében olyan 10 éves korom környékén, még akkor Pécsen volt meghívásos gokart verseny, utcai gokart verseny, egy ilyenre tévedtem ki édesapámmal, és én akkor mondtam neki, hogy apu, én gokart versenyző szeretnék lenni. Megrángattam a bőrkabátját, mondta, hogy persze, ez egy természetes igény egy gyerek részéről. De gond legyintett akkor, hogy persze. Nem, először ezt még talán lehet, hogy komolyan is vettem, majd utána nézett, hogy ennek milyen anyagi vonzatai vannak, és mondta, hogy nem leszel. És hát tényleg, tehát családi támogatással ezt nem is tudtam elérni, de annyian szempontból szerencsés volt a helyzet az akkori időszakot tekintve, hogy a Pécsi Volán állami támogatással ugye létezett, mint gokart csapat is, és a gokart csapata a Széchenyi István szakközépiskolában működött. Én azért jelentkeztem oda annak idején, hogy a gokart csapatba be szeretnék kerülni, és ez meg is valósult akkor, hogy fölvettek, bekerültem, első évben még nem lehetett mondani, mondták, hogy először tanulja a gyermek, aztán majd utána lehet a kérdéssel foglalkozni. Második évben, ahogy kell, le is késtem a jelentkezési időszakot, meg voltam rémülve teljesen, hogy most ezért jöttem ide, és most mi lesz, de megnyugtattak, semmi gond, mehetek szerelni. Egy éven keresztül szereltem az akkori versenyzőknek, megtanultam a csinyát, binyát, nagyon fontos, egyébként ezt bárkinek mondom, hogy tényleg alulról kell kezdeni ezeket a dolgokat, és utána egy évvel később mondták, hogy lenne kedvem, mert megürült egy gokart, lenne kedvem versenyezni, és hát életem legszebb napja volt, azt hiszem akkor voltam életemben a legboldogabb, mert egy gyerekkori vágyam teljesült, és mindezt úgy értem el, hogy saját erőből. Tehát nem az, hogy a puci kifizette, hanem én tettem ezért elég sok mindent, és onnantól kezdve lényegében kisebb-nagyobb megszakításokkal versenyzek, sőt azt mondhatom, hogy kisebb-nagyobb megszakításokkal gokartozok is, hiszen idén is gokartozok, az utóbbi néhány évben is gokartozok újra. Azt nem lehet mondani, hogy nem vagy kitartó, hiszen több évet vártál erre is, hogy egyáltalán beülhess ugye egy gokartba. Igen. Hát ez hozzátartozik. Milyen volt ez az időszak, hogyan emlékszel vissza az első kilométerekre akár? Olyan volt-e ez az érzés, mint amit elképzeltél? Fantasztikus volt. Tehát teljesen felkészületlenül ért a dolog. Tehát amikor először elindították alattam a gokartot, és az első gázlenyomáson megtörtént, akkor lényegében másodpercekig csak az eget tudtam nézni, mert a sisak súlya, a gyorsulás volt, ugye felemelte a fejemet.
Tehát nem voltam hozzászokva ezekhez a dolgokhoz, mert előtte tényleg nem ültem gokartba. De óriási volt, tehát meghatározó élmény volt, és onnantól kezdve szerintem merem mondani, hogy azóta ezt az élményt keresem mindenféle szakákban, ami az autósporthoz köthető. És így az autó bütykölése is megmaradt szerelemnek egyébként? Nem, hála az égnek. Nem. Nekem végülis a szakmám, hogyha így nézzük, az autószerelő, mindent elfelejtettem. Tehát én annak idején a Ranga Lacinak szerelőjeként voltam segédként ebben a dologban, és értettem is hozzá állítólag, tehát akik ott voltak a környezetemben, de én ahogy elkezdtem versenyezni, és én azt talán lehet mondani, hogy ez egyfajta hátrányként is működik, de annyira a vezetés élménye, a versenyzés érdekelt, hogy technikailag nem is kerültem közelebb magához az autósporthoz, vagy a technikai sportokhoz. Viszont vannak olyan szituációk, tehát az alaphelyzet az, hogy a szerelőim azok elküldenek. Ha valamit kell csinálni az autón, akkor azt, ott ácsorgok, és mondják, hogy te ne szólj bele, menjél kávézni. Tehát, de amikor azt látom, hogy 3-4-en ott állnak és vakargatják a fejüket, akkor szokott előfordulni az, hogy megkérdezem, mi a probléma, és mondják, hogy mi a probléma, és mondok rá egy választ, hogy szerintem ezt így meg lehetne csinálni, és jaj, hát, hogy ez nekünk nem jutott eszükbe. Ez azért van, mert hogy én nem ezzel foglalkozom nap mint nap, és egy egészen más megközelítésből találok esetleg egy megoldást egy technikai problémára, ők sémák szerint gondolkodnak. Úgyhogy ezért kiegészítjük egymást ilyen szempontból, és fontos, hogy megvan azért a technikai háttér is a képzettségemben. Igen, akár ennek is köszönhető a siker egy része, hiszen Michael Schumacher is ugye 7-szeres világban a Form 1-es pilóta, és tulajdonképpen ennek is köszönheti a sikereket, hogy sokszor megmondta a szerelőnek, mit hogyan kell állítani. Így és akkor hasonlóképp tudtál cselekedni. Igen. Maradjuk akkor az autóversenyzésnél. A pályafutásod elejéről mesélj nekem, hogy sikerült így a gokárttal berobbanni, az első sikerek, mikor álltál először dobogóra, megfordult a fejedben esetleg az, hogy más után nézzél? Hát igazság szerint dobogóra nem sikerült állnom. Tehát én amikor gokartozni kezdtem, én 3 évet gokartoztam akkor így, abban a szerencsés időszakban, amikor ezt a Pécsi Volán anyagi támogatásával megtehettem, és azért nem volt egy olyan technika alattam, amivel igazán eredményt el lehetett volna érni. De élveztem a dolgot. Egy jó, erős középmezőnyben működő pilóta voltam, és aztán, amikor elfogyott az állami áttér, akkor ugye a gokartozásom is abban maradt. És akkor jött a másik része a dolognak, elkezdtem navigálni ralliba. Ugye hát az relatíve sok pénz nem kell, találtam ehhez partnert. Az első pilóta, akivel együtt mentem, és mai napig nagyon jó barátság fűz minket össze, Dunavölgyi János, aki még mindig versenyez a Rally Sprint bajnokságban itt ugye Baranyában. És vele mentünk együtt egy Trabant kombival. És végülis az első siker az ide köthető, mert navigátorként ültem mellette, és az akkor még legendásnak mondható Pécseszék rallin indultunk több alkalommal, és bizony kategóriában első-második helyeket tudtunk hozni. Abban az időben az szerintem nem volt egy rossz dolog. Valahol ott éreztem meg talán az eredményesség ízét, azt a fajta vágyat, hogy az ember azért minél előrébb végezzen egy versenyen, és hát onnantól ez fontossá is vált. Úgyhogy onnantól kezdve építettem ezt föl, tehát próbáltam egyre följebb jutni az autósportban. Az első időszakot tekintve nyilván a technikai és pénzügyi lehetőségeket nézve navigátorként, majd eljött az a pont, amikor azt mondtam, hogy ja, hát ültem nagyon sok ember mellett, rengeteget tanultam, meg kellene próbáljam most már azért mégis azt, hogy én mit tudok a bal oldalon, vezetői oldalon. És ez mikor következhetett be az életedben? 99 környékén volt, és ez megint csak egy érdekes dolog, mert ezt úgy tudtam megtenni, hogy lényegében hitelt vettem fel a lakásomra, és abból vásároltam meg az első versenyautómat. Tehát ez egy ismerős, a Forma 1-ből menszel, mit tudom én, tehát ugye, hogy egy nagy kockázatot vállalunk. Hát nyilván ő azért egy Forma 1-es világbajnok lett, tehát nála bejött ez a dolog, nálam mondjuk annyiban nem, hogy én azért ezt valamilyen szinten elbuktam, de azért újra tudtam építeni az életemet ilyen szempontból. De volt egy versenyautóm, üzemeltettem, versenyeztem, és mivel hogy rallira nem volt pénzem, mindig a rally volt a szerelem, de nem volt rá pénzem, az egyik legdrágább szakága az autósportnak, ezért fordultam a gyorsasági autózás felé.
ahol több-kevesebb támogatást találtam is helyi versenyzők révén. Kun Csaba volt akkor az egyik helyi versenyző, akinek a csapatában elkezdtem versenyezni, és bizony akkor már jöttek az eredmények. Tehát megtanultam az ő segítségével is, meg talán volt hozzá érzékem, helyi versenyeken menni, pályaversenyeken menni, jól menni, és ott voltam, soha nem nyertem érdekes módon, de mindig ott voltam azért az első háromban. Mind múlt szerinted, hogy nem sikerült sose? Hát ez egy érdekes dolog volt, mert nagyon sokáig úgy gondoltam, hogy én örök második vagyok, tehát nagyon sokszor voltam második. Pedig vannak ilyenek. Igen, vannak, de tényleg, tehát az egy, át kell törni egy gátat ahhoz, hogy az ember nyerni tudjon önmagában is, technikában is, tehát nagyon sok tényező van, amit végig kell vinni az embernek magában, hogy túl tudjon lépni egy bizonyos ponton. Ez nekem hosszú évekig tartott. Tehát nem volt a megfelelő hátterem sem, az autó sem volt azért olyan. Szerintem lehet, hogy én sem voltam olyan, hogy ezt elérhettem volna. Úgyhogy itt csak a második helyek, harmadik helyek jutottak. És én azért ebben nem voltam elégedetlen, csak az embernek van egy hiányérzete, és egy idő után eljön az, hogy de jó lenne azért magyar bajnoknak lenni, tehát ezt elérni valahogy valamilyen módon. Nem egyszerű, nem egyszerű. De el lehet. Sikerült. Amikor így nem voltál túl jó lelki állapotban, mondjuk egy mit elvesztett verseny után, vagy amikor éppen másodiknak értél be, és nagyon szerettél volna első lenni, akkor kikkel tudtad megbeszélni ezeket a problémákat? Volt esetleg a nagy öregek, akikkel le tudtál ülni, és átrágtátok, hogy hol hibázhattál esetleg, vagy mi az, ami hiányzik még az elsőséghez, vagy így magadban őrlődtél mindig, és próbáltad magad feldolgozni ezeket a dolgokat? Hát igazság szerint próbáltam magam feldolgozni, de utólag visszagondolva szerintem, az egy meghatározó dolog, hogy az ember hogy áll hozzá, és én abban az időszakban azért nem profi voltam. És azt merem mondani, lehet, hogy ez bántó valamilyen szinten, de azért az autósportnak a javarésze nem profi, tehát akik részt vesznek benne, amatőrök. Tehát hobbisták, hogyha így lehet mondani. Szerelemből, hobbiból, a legjobb értelemben mondva csinálják ezt a dolgot. Nem profi a hozzáállásuk. Tehát nem az, hogy tényleg mindent végiggondolva, megteszek mindent, fölkészülök rá fizikailag, lelkileg, technikailag, tehát az, hogy a legjobb eredményt hozzam ki. Ez nem jellemző jelen pillanatban a magyar autósportra. Tisztelet a kivételnek, azért vannak ilyenek nyilvánvalóan, de a többségének azért ez egy hobbi. Tehát el kell oda jutni, hogy az ember eldöntse azt, hogy tényleg mit akar, és ezért meg is tegyen mindent, hogy elérhesse a célját. Nekem abban az időszakban ezt magamban kellett megoldanom. Nagyon sok régebbi versenyző ismerek, de nem ez volt a meghatározó, hogy ezt ők át tudtak volna ezen lenni, de nem erről beszélgettünk. Sok minden más, inkább sztorizgattunk, de nem ez a része volt. Ez egy későbbi stádiuma volt már a pályafutásomnak, amikor eljutottam ide, és akkor sikerült is ezt megoldanom. Összességében erre a rallis időszakra olyan emlékszel vissza? Óriási volt, tehát én nagyon szerettem ennek a hangulatát, ez már sajnos nincs meg. Tehát én szerencsés vagyok olyan szempontból, hogy nem beszéltünk róla, de édesapám is mondhatom, hogy ismert rally navigátor volt, és az ő révén is benne voltam azért ebben a vérkeringésben, tehát a rallinak a vérkeringésében, és nekem még volt szerencsém érezni azt a fajta emberi közelségét a rally versenyzésnek, ami sajnos az utóbbi időben már nem tapasztalható, tehát egyre jobban kikopott ebből a sportból. Ez ami szerintem egyébként az egyik lényege legtöbb sportnak, de a rallinak mindenféleképpen. És hát fontos lenne, hogy ez meglegyen. Ez már sajnos nincs meg, tehát ez a része. Nekem szerencsém volt, hogy kicsit ebbe bele tudtam szagolni, és ismerhettem azokat, versenyezhettem is azokkal együtt, akik azért nagyjai voltak ennek a sportnak. Tehát azért meghatározó, azóta keresem ennek az ízét, különböző szakágokban. Megmondom őszintén, ilyen historik szintjén, tehát ahol ezek az emberek vannak, ott van még ennek valami kis illata. Azért néhány nevet mondja, hogy kikkel versenyeztél, ne csak így megpendítsük. Hát mondjuk ebből az időszakból, akinek tényleg navigáltam, és hála az égnek még azért aktív versenyzőnek mondható, a Keszler Matyi.
Tehát ő révén nagyon sokat tanultam, és hát egyébként fiatalabbakkal versenyeztem együtt nyilván, de annak köszönhetően, hogy ott lehettem ennek a környezetének, az egésznek, főleg ugye a Pécsi Volánnak a környezetében. Ez a Ranga Laci, a Kákonyi, Szuhanyik, ezek ott voltak, akik legendák. Tehát akárhogy nézzük, eltűntek, nincsenek, különböző okoknál fogva, de mindenki, akit ez érdekel, az tudja, hogy az az időszak volt az igazi, amikor a Kákonyi Attiláról azt lehetett tudni, hogy vagy megnyer egy versenyt, vagy úgy eldobja az autót, hogy ebből soha az életben többet nem lehet normális autót építeni, mert életre halálra versenyzett. Tehát Ilosfai Peti, tényleg sorolhatnám ezeket a neveket. Ez a legendás időszaka volt, azt hiszem, a Pécsi Volánnak, aminek én pont a végét még így elcsíptem. És mondtad ugye, hogy az autósportban még a napjainkban is nagy része ugye amatőr, és csak kevés profi van, igen, ugyanúgy, mint ebben az időszakban. Akkor pályafutásod ezen részén te is inkább így a lelkes amatőrök közé, igen, sorolnád magad? Igen. Tehát, és inkább, igen, ehhez a táborhoz tartoztam. Így van. Sőt, azt merem mondani, ismét az vagyok. Tehát ez tényleg egy ilyen fajta dolog. Én azt hiszem, hogy lehetnék még profi, tehát több szempontból, de jelen pillanatban úgy áll a helyzet, hogy én már a szépségét, az érzést keresem a versenyzésbe, hogyha beülök az autóba. Nyilván mindent megteszek az eredmény érdekében, de amit megtehetek, de már nem vállalok be olyan dolgokat, amit viszont egy profinak nagyon komolyan be kell vállalni ahhoz, hogy jól érezze magát a saját magával támasztott igényeket tekintve. Mondjuk ki, a profiság nagy része pénzkérdés? Nem, azt mondom, egy része pénzkérdés. Tehát profi nem lehet pénz nélkül, ez egyértelmű. De lehet profi a hozzáállásod pénz nélkül. Hogyha százaléba kellene kifejezni, akkor körülbelül így ez nagyon nehéz dolog, mert ez technikai sportra beszélünk azért mégis. Igen, de ez nem merném ezt így mondani, mert ez meg szakágaktól függ. Tehát én a rally sprintben is lehet valaki profi, ami egy relatíve kis költségvetésű versenyág, ha így nézzük. Tehát nem kell olyan sokat beletenni. Ott én azt mondom, hogy igenis, arról szól a dolog, hogy az emberi tényező a meghatározóbb, ahol a pénz nem annyira. De minél magasabb szintre emeljük a technikai mércét, ugye annál meghatározóbbá válik az, hogy pénzt szerezni, megfelelő hátteret építeni, és akkor már egy sokkal komolyabb tényezővé válik az anyagi háttér a profizmushoz. Menjünk tovább ezen a pályafutáson, hiszen ahogy elmondtam a felvezetőben, ugye több kategóriában is kipróbáltad már magad, kezdve ugye a gokárttal, aztán a rally, és mi következett ezután? Hol próbáltad még ki magad? Hát ugye a gyorsasági szakág volt nagyon sokáig, tehát az volt a meghatározó, és ahol eljött ez a profi időszak, amikor hoztunk egy döntést egy megfelelő időpontban, több szempontból, tehát ez még a gazdasági válság előtti időszak, amikor azt mondtuk, hogy lépjünk egy nagyot, és merjünk nagyot álmodni, nagyba gondolkodni, és hosszú távú versenyzés, 24 órás verseny. Messze Magyarországtól. Tehát menjünk el Dubajba versenyezni. Tehát, jól hangzik. Hát nagyon, persze. Igen, csak amikor ezt úgy végig gondoltuk, azért azonnal láttuk ennek a nehézségeit is nyilvánvalóan. Tehát mind anyagi, mind egyéb értelemben, viszont a szépségét is, hogyha ezt meg tudjuk csinálni, akkor az egy nagyon nagy eredmény. És visszagondolva erre az időszakra azt mondom, hogy meghatározó volt, mert meg tudtuk csinálni. Első nekifutásra lényegében összetudtunk hozni egy olyan gárdát, technikailag is, emberileg is, anyagilag is, ami képes volt fölvenni a versenyt eredményességgel gondolkodva, tehát eredmény szempontjából is ebben az autósport szakákban. Ami egy nagyon-nagyon összetett dolog, tehát azért a 24 órás verseny az, én azt mondom, hogy bizonyos értelemben nekem valahol a csúcsa az autósportnak. Tudom, hogy reggelig itt kéne ülnünk, hogyha egy részletébe belemennénk, de azért mégis itt Dióhéjban próbáljuk meg így vázolni a kedves nézőknek, hogy néz ki egy ilyen 24 órás verseny. Hát úgy néz ki egy 24 órás verseny, hogy elindul a verseny mondjuk délbe körülbelül, és egy napig folyamatosan tart, tehát 24 órán keresztül. Ez azt jelenti, hogy a technika nem változik. Ugyanazt az autót használjuk, és van 4-5 pilóta, akik váltják egymást, általában úgy lehet számolni, körülbelül 2 órás etapokban.
az autóban. És az nyer, aki a megadott időszakon belül a 24 óránből a legnagyobb távot teszi meg az adott kategóriában. Tehát ez a dióhéjban a lényege. Iszonyú logisztikai, technikai, fizikai hátteret igényel ez a versenyzés. Tehát azért gondoljuk végig, hogy két órát ülni autópályán sem olyan egyszerű azért. Na most vegyük végig azt, hogy mi ezt megpróbáljuk csúcs tempóval összehozni egy versenyautóban. Úgy, hogy lényegében, tehát csak olyan a forgalom körülötted, mint amikor egy valóban zsúfolt autópályán próbálsz gyorsan menni. Jönnek előről, belassítanak, hátulról jön valaki, tehát ugye mindenhova kell figyelni. Ez a szépsége való az egésznek, mert állandóan változik a dolog. Tehát a sprintfutamok, mondjuk egy épített pályán a sprintfutamokról tudjuk azt, hogy kell menni 15 kört, a pálya ugyanaz, lényegében az időjárási körülmények ugyanazok, a versenyzők ugyanazok, nagy történet nem lesz, arra megy a dolog, ki tud a leggyorsabban menni. Itt be kell osztani a technikát, be kell osztani magadat, gondolni kell nagyon sok tényezőre, ami meghatározó, üzemanyag, gumi használat, fék, ugye úgy lehet nyerni, hogyha minél kevesebb időt töltesz a boxban. Ez meghatározó, tehát ez erre megy ki az egész dolog. És el kell kerülni minden olyan tényezőt, ami ezt az időszakot megnövelheti, amit boxba állva el kell tölteni. Erről szól az egész dolog, nagyon, nagyon összetett, nagyon érdekes dolog, és úgy, hogy folyamatosan változik körülötted a forgalom, a pálya, az autó, te magad is, ugye két óra alatt óriási változások is történhetnek benned, hogy éppen mennyire tudsz odafigyelni a vezetésre. Ráadásul különböző napszakokba kell, többször kell beülni. Na, tehát rengeteg tényező van ebben. Tehát én azt mondom, aki nekem életem egyik nagy célja lenne egy Le Mans 24 órásra nem indulni, ami ennek az egész dolognak a csúcsa, nem tettem le róla, csak már egyre kevésebb esélyt látok, hogy ez összejöhet, de hát egy óriási élmény egy ilyen versenyen. Ez elég jól is ment neked, ha jól tudom. Igen, én merem mondani, hogy jól ment, annak ellenére, hogy én büszkélkedhetek avval, hogy az egyik legnagyobb balesetet szenvedtem el a magyar versenyzők közül ilyen jellegű versenyen. De hát ha ebben büszkélkedni lehet nyilván, de eredményesen versenyeztünk. Tehát én azt merem mondani, hogy jól ment ez nekem is, a csapatnak is. Sikerült 2008-ban a legkisebb kategóriában, ahol versenyeztünk, a világsorozatot megnyernünk, ami nagyon nagy dolog volt, úgy gondolom. Nyertünk hazai versenyt, egy 12 órás versenyt a Hungaroringen, tehát óriási élmény volt. Egy dolog nem jött össze, ezt be kell valljam, én Dubajban 24 órás versenyt még nem fejeztem be. Tehát, hogy 24 órát végig tudtunk volna menni, különböző okoknál fogva ezt nem sikerült még. Tehát ez még vissza van. Lehet, hogy vissza kell menjek, vagy el kell menjek majd egy másik 24 órásra, hogy ez is meglegyen, de ez még nincs kipipálva. Te kedves nézők, éppen most egy fotót látnak, amin Jean Todt-tál melletted, ugye a Ferrari csapat akkori vezetője. Akkor már nem. Akkor már nem. Akkor már nem. Na, mesélj, mikor datálódik ez a fénykép? Ez a fénykép, ez 2010 év végén készült, akkor ugye már nem volt a Ferrari-nak a vezetője, hanem akkor már a Nemzetközi Autósport Szövetségnek a vezetője volt. Tehát ezen minőségében találkoztunk Krakkóban, a Közép-Európai Zóna bajnoki díjkiosztón. Milyen élmény volt, azt hiszem, hogy életed egyik legnagyobb talán. Igen, igen, tehát ebben az értelemben mindenféleképpen. Tehát óriási volt azért, tehát őt úgy gondolom, aki autósporttal foglalkozik, mindenki ismeri. És nagyon nagy élmény volt úgy találkozni vele, hogy teljesen közvetlenül tényleg egyfajta baráti nexusba kerülni, ha csak rövid időre is. De az, hogy látszott, hogy elismeri azt a teljesítményt, amit az ott díjazott pilóták maguknak mondhatnak, úgyhogy tehát azt mondom, igen, igen, igen. Ezért már mindenféleképpen érdemes volt versenyezni. Beszélgetésünk alatt a kedves nézők láthatnak különböző felvételeket is, hoztam magaddal. Hol készültek ezek? Hát jelen pillanatban ugye három szakákban versenyzek, kettőből tudtam hozni felvételeket. Sajnos a go-kart az kicsit mostoha szakág ilyen szempontból. Nem sok, nem, sem médiában, sem más milyen módon nem nagyon kerül reflektorfénybe. Pedig azt mondom, hogy egy nagyon-nagyon izgalmas, jó szakág, onnan nem látnak felvételeket.
Sajnos, viszont van még két dolog. Egyrészt visszakanyarodtam a rallihoz, elindultam a Mecsek rallin idén, előtte egy-két kisebb versenyen már mentem, eredményesen is merem mondani, tehát eredmény közelítve eredményes versenyzés volt, és a Mecsek rallin pedig újra 2000-ben mentem utoljára egyébként Mecsek rallin, és most újra sikerült az idei évben elindulni. Arról vannak felvételek, például azt hoztam, még mindig azért az nagy szerelem a rally, tehát kicsit beteljesületlen. Illetve hát ami az új élmény, az a Lada Granta kupa, ami egy orosz találmány, tehát vissza a kezdetekhez, ha így nézzük az autósportot, tekintve bár én sosem mentem előtte Ladával, viszont egy szerencsés véletlen folytán sikerült olyan nexust kialakítanom a Lada sport vezetőivel, hogy lehetőségem volt két versenyen is beülni a Lada Grantába és versenyezni, ami egy ízig-vérig verseny autó, tehát nagyon, nagyon komoly. És akkor most ezek kötik le a mindennapjaidat? Igen. Ebben a két irányba gondolkodom jelen pillanatban. Próbálok helyet keresni a rallizásnak, nem Magyarországon, mert sajnos a rallisport eléggé gyenge lábakon áll jelen pillanatban Magyarországon. Nem volt értelme itthon versenyezni, idén sem. És a Lada Granta kupa, az pedig egy fejlődőképes, szerintem fejlődő is, tehát a mi régiunkban is megjelenő autóversenyzési lehetőség, és nem tartom lehetetlennek, hogy például jövőre 2013-ban már akár itt Magyarországon, vagy a közép-európai régióban már önálló kupasorozatként is működjön. És remélem, hogy lesz egy ülésem benne. Áruld meg nekem, honnan szerzed ezt a sok energiát, lelkesedést? Így születtem. Hála az égnek kitart. Tehát elkövetek mindent nyilván annak érdekében, hogy így működhessek. Én az intuíciómra hallgatok, és ez meghatározó a döntéseimben, hogy mivel foglalkozom és milyen szinten. Amiben most már úgy gondolom, hogy megtehetem, és ez egy fontos dolog, amiben nem érzem jól magam, azt nem erőltetem. Nincs értelme, ez csak lefelé húzza az embert. Próbálok inkább pozitívan gondolkodni és fejlődni minden tekintetben, és segíteni másoknak is, hogy ha van kedvük, akkor velem tarthassanak ebben a dologban. Remélem, hogy találok majd olyan lelkes autóversenyző palántákat, például, akik tényleg komoly, és ugyanilyen lelkesedéssel és alázattal hozzáva állnak ehhez a sporthoz. Biztos vagyok benne, hogy tudnék neki és szívesen segítenék nekik. Ha már felhoztad, akkor vannak egyébként lelkes palánták, hogy látod? Hát, vagy csak elvétve? Én próbálkoztam, meg kell mondjam, próbálkoztam több emberrel, tehát akiben láttam lehetőséget, fantáziát, csalódás. A legtöbb esetben csalódás, mert abban a pillanatban, tehát ők, nem tudom, ez lehet, hogy mai fiatalságból adódó dolog, ezt nem tudom megítélni, tehát nem akarok én pálcát törni senki felett ilyen szempontból, de egyszerűen azt veszem észre, hogy úgy gondolják, hogy ez önmagától értetődő, hogy ő autóversenyző lesz, és akkor fú, meg ezért ő már valaki, nem. Én sem vagyok még, tehát én ezt most merem mondani, hogy ezzel a pályafutással álltam mögött, én még mindig azért ülök be gokartba, hogy tanuljak. És nem lehet úgy odaállni fiatalon, hogy olyan már, hát én vagyok az autóversenyző. Nem. Én sem vagyok még autóversenyző. Volt egy időszak, amikor közel álltam ahhoz, de az egy komolyabb, egy magasabb szint, ami lesz szükséges, és nagyon kevés fiatalban látom a lehetőségét annak, hogy ez megfelelő módon hozzáállva elérhesse. Sajnos. Igen. Béla, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál és elmesélted mindezt, és akkor további sok sikert köszönöm kívánok szépen a pályafutáshoz. Nagyon szívesen. Kedves nézőknek is köszönjük szépen a figyelmet, ennyi volt már a Sportré. Ezzel a műsorral legközelebb egy hét múlva várom Önöket. Addig is minden jót, viszontlátásra.